Na, szevasztok, gyerekek! Itt van Isti! Szervusz, gyerekek! Fantasy EB! Most már tényleg fantasy-on Kieséses alapul. Szakasz. Yes! Nagyon komolyan most. Gyerekek, tudjátok jól, ahogy az igazi EB-n is játsszák, mi is úgy játsszuk. Kieséses szakasz van. Elsőként Franciaország, Németország. És amelyikünk nyer, az viszi tovább a csapatot. Így és van, kerül így be van. A 8 legjobb közé. Úgyhogy erre már nagyon kíváncsi vagyok. Így van, és az az érdekesség egyébként az egész fantasy résznek, ugye most tudjuk, ez tényleg átmegyünk durván fantasybe, tehát ez mi lett volna a ha kategória. Nálunk például a magyarok Svédországgal kerültek össze, reméljük, hogy több szerencsével fognak tudni élni azon a meccsen, mint ugye a tegnapi belga-magyar meccsen, amit innen is sajnálunk, de büszkék vagyunk a fiainkra abszolút. Jaj, A sok bocsánat, fröccsögőt csak egy nem kis tudom hova tenni. hangerőt állítok még. Egészen nyugodtan, szóval sok Na. fröccsögő embert nem tudjuk hova tenni. Mindenesetre innentől kezdve most már tényleg a nagyok játéka van, úgyhogy most már tényleg brutál. Ja, Brutál. Fel. Istenem! Hoppá! Az lehet, hogy egy végzetes hiba már az elején, Peti. Igen, igen, nyilván. Ott elbuktam. Na gyerekek, tovább jutott Németország, köszönjük szépen a figyelmet. Így van, így van, így van, így van. Na, én meg újra telepítettem a gépem, úgyhogy ha vannak még hiányosságok, ne haragudjatok, de... Mi Ajajaj. lenne? Aj. Mi lenne hiányosság, gyanánt? Nem így tudom én, valami rossz a felvételben. Jó, de jó Júj! Védelem! Jó védelem! Júj, Nagyon jó szép! Istenem! Van. A FIFA Amúgy értékelés esküszöm, alapján a izgulok. védelme jobb ennek a német csapatnak, mint a támadása. Innentől kezdve én ennek nagyon örülök. És fölépítünk egy eléggé killer támadást. Ujj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 
hittem egy pillanatra. Isten egyébként elkezdett Ultimate teamezni, úgyhogy nézzétek fel a csatornájára. Köszönöm szépen a promóciót, elkezdtem Ultimate teamezni. Természetesen pont akkor, amikor a magyar válogatott kiesett. És nincs gól, de ott a gól. 6 perc 50-nél. 6 perc 50-nél. Ja. Hetedik perc. Ami hetedik perc, igen, tehát engem is már nagyon sokan kioktattak, hogy a 6 perc, hogy most mondjuk a 8. percben. Tehát, hogyha hetedik percet ír, akkor az a 8. perc. Van benne logika, de benne olyan vagy már a 8. percben. Igen. Így van. Bum! Ez hát egy ez, igen. Igen, ilyen Rius rúgta, aki a Dortmundnak, ugye? Úgy erősíts meg kérlek, nekik a játékosa. Én nem tudom, ez a te sarad. Ez a sárga-fekete csapat, ez a Dortmund, nem Dortmund, mi annak a neve, de az. Basszus! Onnan tudom, hogy nemrég vettem egy sportújságot, és annak a címlapján Riusról volt egy ilyen interjú, vagy címlapján volt Rius, és ugye interjú volt vele, és akkor ott láttam, hogy nagyon nagy sztár meg minden. Na. Na, mesélj! Ott leszarja mindenki a Riusodat. Toyota Rius. Hopp. Azt elhiszem! Na figyelj, a legszebb gond valaha láttál. Hoppá, előnyszabály volt egy pillanatra. Igen. Jó. Izgalmas dolog történik. Jó. Na jó, hát alakul ez a meccs. 1-0. Német-francia. Elég komoly kis felállás ez. Elég komoly kis matchup. Nem tudom, valójában egyébként németek kikkel játszanak először, ezt most írtam. Fogalmam sincs. Én innen nem követem az EB-t. Igen, így is pont ezt akartam mondani, hogy nekem itt, tényleg kisírtam a Facebookon, hogy nekem itt megállt az EB, tehát ez egy ennyi volt. És ez egy gyönyörű védés. Szép volt, Isti. Köszönöm szépen. És egy sárga lap. Az még a visszafújás az előnyszabálynál? Evra? Igen. Patrícia! Patrícia, szegény csávó. Mennyire? Ja, hát, Istenem. Valószínűleg a szülés orvos azt mondta, hogy hát nem látom a péniszét, úgyhogy valószínűleg lány, úgyhogy valami női névvel készüljenek. És egy hónap múlva, amikor visszamentek kontrollra, akkor látták, hogy ja, ez fiú. Hát most már mindegy. Hát te hülye vagy, bazdmeg, de tényleg, ez te hülye. Így gondolkodtam, hogy mi a faszról beszélsz, rájöttem, és mondom, hát ez hülye. Ugye, hát most valami sztorit kell mellé költeni. Oké. Valószínűleg nem így volt. Basszus! Jaj, de elrontom. Nem baj, ott volt a védelem. Abszolút, ott magabiztosan helytálltál. Jaj. De nem tudok egyszerűen betörni ahhoz. Nem tudsz, és ez nekem teljesen jó. Tehát dehogy én ezzel, jó neked. Nem, dehogy is nem, én ezzel nem vitatkozok, én ezzel így el vagyok. Hoppá, mekkora passz. És a ball movement nem lesz. De. Na de berúgta volna. Hát de már nem is mozdultam, láttam, emelte fel az... Ijjáj. De jó mondtad. Azt a mindenit! Hogy elcsúszott. Kinyert egy úgy hallom. Baszki. Jó, nem baj. Szóval hatrugásunk volt neked nulla, de majd most lehet az első. Sőt. Semmit nem csinált a kapusod.
Nem, nem, hát igazából a Király Gábor ilyenkor teszi szét a karjait, hogy Igen. látja, hogy már nem megy be, ő így nem, ő így a... Hát egy picit az oda nyúlt hozzá, aztán látta, hogy jaj, fájni Felejtsd fog, el. inkább nem nyúlok hozzá. Neuer. Ez igen. Adja kifelé. A Neuer az nem tudom mit jelenthet németül, angolul majdnem olyan, hogyha az lenne, hogy újabb. Na. Na, hát ez aztán az információk tömkelege, tehát olyan szintű információ adat halmazt zúdítok itt minden kedves nézőnkre. Hújjajjaj, jó Istenért nem tudsz pontosan passzolni. Júj! De nem láttad, hogy nem tudta oda passzolni hozzá? Mi volt ez a hang? Tudom. Gyerünk, fiúk! Gyerünk, srácok! Na jó, beadjuk. És... Jó, ez jó volt. Nem sikerült. Az is abban a videóban volt. Persze! Na, gyerünk, srácok! Szép beadás! De jó! De jó! De jó! Hoppá! Jó, azt elengedhetjük szerintem egész nyugodtan. A pulzusom sem emelkedett egy pillanatra sem. Hoppá! Egyébként komolyan mondom, hogy néztem az EB meccseket, nyilván csak a magyar meccseket. Esküszöm, hogy kedvem támadt igazából focizni. Komolyan mondom. Hogy tök jó lenne lemenni rúgni a bőrt. De tényleg semmi extra, tehát csak így 11-eseket. Ó, basz! Ús! Na, hát majd megyünk Sportfield-el most már. Sportfield-el, mert annyira tényleg egyébként úgy valahogy így, jó, mondjuk ezt tudom most, meg amúgy egy kicsikét az olyan, hogy most jó, magyarok most kijutottak, meg most voltak sikereink, olyan hype lett most ez a foci, ez a hát magyar foci. Nem csak a magyar foci, hanem magyar zászlókat látni autókon igen, meg. Igen, ezt igen, igen. Tudod na, milyen, na, ez brutál érzés. Na most nekem a Fiesta-mon egyébként volt címer a kocsimon, csak mondom. Tehát én nem csak a... Ne, Te nem már csak, tudtad, de, hogy... Én már tudtam, nem, tehát én nem csak ettől lettem hazafibb, hogy most a magyarok kijutottak. Persze most ez tök jó érzés, hogy kint voltunk, de én amúgy is ezt vallom egyébként, hogy én szeretem azt, hogy magyar vagyok. Nyilván nem úgy, mint hogy kopaszra borotválom a hajamat, és akkor mindenféle szvasztikát tetováltatok a nyakamra hatalmasokat, és akkor így gyakorlatilag mindenkit szaráverek. Hanem ilyen egészségesebb módon, tehát én azért az olimpián is szoktam drukkolni nagyon. Na. Akármi is, ott is olyan sportokat megnézek, érted, ilyen vívást, meg ilyen Én életem. Nem, mert én azt nem tudom hova tenni, tehát hogy olimpián... Hát de oda kell, hogy magyarok játszanak, tehát hogy mindig mondják, hogy de hát az olimpián ugye eredményes. Jó, bazd meg, de azt öten játsszák az egész világon. Mit tudom én, távoli bukfencugrás, vagy mit tudom én mi. Érted, és én így nem... Tehát hogy biztos jók vagyunk benne, de látod, hogy az senkit nem érdekel. Nagyjából. Hát ez így igaz. Tehát azt mondom, hogy ha nem olimpia van, meg nem nézném. Tehát, hogy még a judót se. Tehát, hogy én is sajnos ilyen... Ez egy olyan dolog, hogy azt mondják, hogy mit tudom, az RTL-en fog menni egy új sorozat, vagy mit tudom én, és akkor azt mondják, hogy jó, de hát a Duna TV-n már megy 10 éve. És azt mondják, de ki nézi a Duna TV-t, de tényleg. Senki nem nézi a Duna TV-t. Hát ez igaz, de mondom én itt ezekben, az egy nagyon jó lehetőség, és ott a gól, nincs gól, lepattanó, nincs lepattanó, lepattanó, hello sunshine. Na szóval azért mondom, hogy igen, viszont azt sem lehet mondani, hogy csak 4-en játsszák meg 5-en, tehát azért ott elég sokan szoktak vívni. Jó, de nincs olyan, nincs, tehát hogy mit olyan harmadik leszel, kapsz egy érmet, tehát minden egyes 100 méter úszás után kapsz egy érmet, tehát hogy nincs benne az igazán, olyan, mint a kosár ilyen szempontból, hogy kosárban is kurva sok pontot tudsz dobni, de most egy fociban meg egy gólt, vagy kettőt rúgsz egy meccs alatt, érted? Tehát, hogy olyan értékesebb ott valamit nyerni, vagy ott egy gólt rúgni, mint kosárba dobni egy pontot. Igazából én itt ezzel csak annyit vitatkoznék, hogy értékesebb, de ezért kevesebb is, tehát, hogy mondjam, a mennyiségek vannak, a mennyiségek különbözőek. Tehát az, hogy sokkal nehezebb rúgni egy gólt nyilvánvalóan focival, mint dobni egy kosarat, viszont ezért van sokkal több kosár. Tehát azért mondják azt, hogy valakinek jó, elért mondjuk 8 pontot egy meccsen, rendben van, fasza, az kevés. Tehát érted? Tehát azért ott is van az a mennyiség, aminek ki kell, kirívónak kell lennie. Tehát ott sem mondják azt, hogy jó, egy pont, és akkor jó, fasza vagy, hanem azért... Úristen, hát mindegy, én nem, szóval, hát igen, nem igen, nézem igen. Én ezeket. Ne, hát csak azt mondom, hogy ez én az olimpián is abszolút ez fogok azért kizni. Régen tömegsportnak hívták bazd meg ezt, amikor suliba jártam, és akkor menjünk tömegsportra, és akkor dobások, meg mit tudom én, nekem ez nem adja. De valakinek biztos tetszik, hát az annak tetszen. Már milyen dobások, akkor sár, vagy most mi? Nem, hanem ilyen távoldobás, meg ilyen ilyesmi. Ja, hogy az atletikára gondolsz Igen, most meg mit tudom én, mi van még ott.
ilyen ugrások össze-vissza. A diszkoszvetés, távolugrás, Ja. futás, ilyenek. Na most a futást én sem tudom megnézni például, tehát egyszerűen nem érdekel. De mondom, hogy ha magyar érdekeltség van benne, én le tudok ülni. Ugyanúgy a Basszus, foci ezt nem nekem. is én dobtam be. Hát az nagyon szar, az nem tudom mit művelek egyébként, de mindegy. Különben egyébként a fél időt már elhagytuk, hogyha észrevettétek, akkor 1-0 van ugye? A németek javára. Hát azért Patrik is jön föl, mint a talajvíz, de azért úgy semmi extra. De amúgy igen, szóval ja, érdekes ez. És amúgy mit szólsz ahhoz, hogy most Brazíliában lesz, jól tudom, az olimpia. Mindjárt az Rióban, igen. Például az amerikai kosárlabda válogatott, ugye, NBA játékosok tömkelegével, csomóan még a nagy sztárok, LeBron James, igen, visszamondták, ugyanis van valamiféle vírus, amitől, úristen, amitől megijednek, képzeld el. Van, nem tudom mi a vírus neve pontosan, de állítólag ilyen 6 hónapos, hogy megbetegszel benne, az 2-3 hét után derül ki, és 6 hónapot ki kell hagyni a sportból, az NBA-be az kb. Szerintem a nagy kosarasok mindig is leszarták az olimpiát, így őszintén. Valaki mondta, hogy na. Megkérdezték, hogy mit csinálnál szívesen, vagy mit csinálnál jobban, hogy eldobsz egy NBA gyűrűt, vagy mi van ott? Igen, gyűrű. Gyűrű, a, igen. Vagy egy olimpiai érem, vagy aranyérem, igen. Vagy mit, és akkor így kiröhögte az izét Ezt nem én mondtam akkor viszont. Akkor a Craig mondta, és akkor... Az lehet, ja. És akkor kiröhögte azt, aki feltette ezt a kérdést, hogy szórakozom. Hát, ez mondjuk egy embernek a véleménye, érted? Most lehet, hogy az egyik nagyon nagy gőgös faszkalap mondta ezt éppen. De azért volt egy olyan 2002-ben talán, vagy 2004-ben, azt inkább 2004 környékén, nem tudom, Athénban, vagy nem tudom hol. Másodikok lettek az amerikaiak. A kosár. Az! Basszus! Úristen! Benzema! Elnéztem. Benzema. Szóval másodikok lettek az amerikaiak a kosárlabdában. Azt hiszem a spanyolok nyertek, ha minden igaz. És akkor nagyon-nagyon kivoltak amúgy. Meg hát azért van egy nagyon nagy... Igazából az a baj az amerikai kosárlabda válogatottal, hogy nagyon baszó. Tehát ott, hogyha azok úgy pályára lépnek, akkor az ilyen cirkusz onnantól kezdve, tudod? Uh-huh. Tényleg. Tehát olyan szintű... Hát volt az a legutolsó olimpián, volt az Amerika-Nigéria meccs, bazd meg, hát konkrétan 50-nel nyertek, vagy valami ilyesmi. Tehát olyan szintű alázás volt, tényleg, mint az ilyen cirkusz. Hát jó, de most mit vársz? Hát jó, semmi, csak hogy ez már nagy... Amikor ott az NBA, meg minden ott van. Én lehet, az a baj, hát nem tudom, nem mondanám azt, hogy kéne gyengíteni azon a kereten, mert nem lehet ebbe vezetni semmit. Persze. Szóval nem lehet, de olyan vicces kategória. Ezért nincs nagyon értelme. Igen. Hagyjál békén, mi labda? Jó? De miért nem tudtad de bazd meg elfáradt, vagy nem tudom. Azt a mindenit, tehát mekkora szerencsém van. Hát ez mi volt? Én nem tudom, de ez nagyon nagy mázli, szóval én már láttam, hogy az 1-1 lesz. Basszom meg. Hoppá, most elcsesztük nagyon. Basszus! Hoppá. Szóval azért azt tudni kell, hogy azért az NBA-ben is nagy kultúrája van ám az olimpiának. Tehát volt ott egy 96-os Dream Team, akkor volt ilyen Jordan, meg ezek a nagy ágyúk, tudod, és akkor nagyon büszkék voltak arra a Dream Teamre, meg mit tudom én, szóval azért ők nekik, presztízs az olimpia amúgy. Jó, mint, de most kinek még? Tehát, hogy azon kívül kinek az? A Amerikán kívül? Tehát, hogy én értem, csak most oda megy egy mit tudom, egy brazil válogatott, vagy faszom tudja milyen. Nem tudom, hogy kik még jók, de semmi esélyük nincs, akkor annak mi értelme? Hát ez az, hogy... Ez az amcsiknak jó, mert széttaláznak az mindenkit. Az meg kapott. Széttaláznak mindenkit, azt ennyi. Hát igen, de ezért mondom, hogy például volt már arra példa, hogy a spanyolok nyertek. Tehát azért mondom, hogy sötéként a harmadik hely, tehát harmadik hely azért az mégis szabad, ugyanúgy. Azért az nagy dolog egy amerikai másodikként végezni, azért azt ne felejtsük el. Tehát jó tényleg van. A kosárlabda az egyetlen olyan sportág, én úgy hiszem, amelyikben tényleg olyan dominancia van, hogy egyszerűen tehát szinte 80%-ban biztos lehet benne az ember, hogy amerikaiak fogják hozni. Tehát hogy az tényleg olyan. Bár mondom, most is most ettől a vírustól, és így most azért nem azt mondom, hogy gyenge csapat megy, de lehetne erősebb csapat is. Szóval most úgy kíváncsi leszek erre. A kosárlabda VB-t szoktam még röhögni, hát annak meg aztán tényleg semmi értelme, no. Tehát az már tényleg ez a totális diktatúra kategória. Na mindegy, hát most kosárba, ez ugyanaz, bazd meg, mint hogy mit tudom én,
Nem tudom, mit mondjunk. Köszönjük, mindjárt jön a hosszabbítás, kíváncsi, mennyit fog ráhúzni a bíró. Mint hogyha Magyarországon nem játszanának izét. Vagy nem Magyarországon, bocs. Európában ugye vannak bajnokságok, de mit tudom én, máshol sehol nincsen, csak Európában. Ez ugyanaz, és akkor kimennek egy izére, a világbajnokságra, vagy mit tudom én mire. És, vagy nem. Egy Real Madrid, LA Galaxy, mit tudom én, hogy kell mondani a izéje. Tehát, hogy ez a két csapat, ez össze... Tehát, hogy ezek játszanak egymás ellen, nyilvánvalóan az európai csapat nyerne, mert egyszerűen semmi esélyük nincsen a többieknek, mert nem olyan ligába játszik mit tudom, az amerikai liga az nem olyan erős, sőt, kibaszott gyenge egy európai ligához képest. Hát igen, szóval, most lenne még hozzáfűzni való, most például a Copa America megy, ugye, és néztem, hogy Kolumbia 1-0-ra vezet például az USA ellen, tehát, hogy ilyen... Hát az USA, az fociból az fos. Ilyen... Persze, hát nem az ő sportjuk, ez ennyi. Persze. Na gyerekek, de 1-0 lett a vége egy ilyen német-francia meccsnek. Így van. Németek nagyon örülnek a kupának, amit még nem is nyertek meg, de ugye ez most csak a kis látszat a dolgoknak. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, fel is iratkozhattok, na pisztácia, szevasztok! Szevasztok, gyerekek!